A Karcagi Kutatóintézet egyike azoknak a hagyományos tájintézeteknek, amelyek több emberöltő óta szolgálják a magyar agrár- és élelmiszergazdaságot. Környezetének sajátossága, hogy a gazdálkodás, az állattartás és növénytermesztés hagyományai a nagykunság több száz éves identitásában gyökereznek. A mai jubileumi ünnepségünknek az a tematikája, hogy a résztvevőknek bemutatjuk az intézet történetét röviden, visszatekintve azokra az időkre is, amire azért sokan már nem emlékeznek a mai fiatal generáció tagjai közül. Bemutatjuk az intézet volt igazgatóit röviden, illetve kifejezetten ugye három kutatási terület az, amit az intézet már 75 éve művel. El fog hangzani is, hogy ezek hogyan alakultak ki, és a mai helyzetet fogják bemutatni a kollégáim, a földművelési kutatások múltját és jelenét, a növénynemesítési kutatások múltját és jelenét, illetve a juhászati és zsebgazdálkodási kutatások múltját és jelenét. Én úgy gondolom, hogy ezzel egy nagyon jó áttekintést adunk arról, hogy honnan is indultunk és hova jutottunk el ez alatt a 75 év alatt. A másik része ennek a mai rendezvénynek, ez egyúttal egy könyvbemutató is lesz, hiszen elkészült friss, ropogós az a tanulmánykötet, amit a Kutatóintézet jelenlegi kutatási tevékenységeinek a bemutatására szántunk. Ez kifejezetten ugye a jelenlegi kutatói állomány tollából származó cikkek, lektorált cikkek, egyébként tehát tudományos igényessége, tudományos publikációknak számítanak, és ezt a tanulmánykötetet is, ami mindenképpen ugye kifejezetten az egyes kutatóknak a szakterületét mutatja be, legújabb eredményeket, illetve azokat a módszereket, amiket mi alkalmazunk a kutatás során. Ezt foglalja össze ez a tanulmánykötet, és minden jelenlévőnek természetesen adunk majd ebből egyet. És én úgy gondolom, hogy akkor nem csak a múltat, hanem a jelent is komplexen meg tudja ismerni az összes résztvevő, aki megtiszteli a jubileumi ünnepségünket. Igyekszünk gyakorlatorientált kutatási tevékenységet végezni. Én úgy gondolom, hogy a tájkutatóintézeti jelleg az most is megmaradt. A tanulmánykötetben is pontosan ilyen eredményeket mutatunk be. Ezek az eredmények mind közvetlenül hasznosíthatók a gyakorlat számára. Igyekszünk fenntartani a gazdálkodókba, a környékbeli gazdálkodókkal is a kapcsolatot. Van szakmai tanácsadótestületünk is, ami segíti a munkánkat, illetve mi is segítjük az ő munkájukat. Hát sajnos a covidos időszak alatt ugye ez a diszemináció, ez a tudás transfer, ez kevésbé működött, mert nem tudtunk rendezvényeket tartani, de úgy tervezzük egyébként, hogy illetve hát most az aszályos év is ennek akadályát képezte, sajnos nem volt mit megmutatni a nagy közönségnek, de úgy terveztük, hogy ez a jubileumi év, ez kiterjesztésre kerül, és jövő évben még lesznek olyan rendezvényeink, amelyek rákapcsolódnak erre a mai nyitó eseményre. Ebben lesz majd a Városházán rendezett városi ünnepség is, ezt már a polgármester úrral megbeszéltük, illetve lesznek majd szakmai bemutatóink is. A konferencián dr. Gyurica Csaba rektor szólt arról, hogy a Karcagi Kutatóintézet 2021-ben integrálódott be az akkor megalakuló Magyar Agrár és Élettudományi Egyetembe. Létrejött egy olyan nagy, egységes, egyetemi agrárfókuszú felsőoktatási intézményi központ. Benne a gyakorlati, kutatási háttérrel, intézményrendszer színe javával, amely egységbe kovácsolja, és egy egységes európai felsőoktatási kutatási térben is értelmezhetővé teszi a hazai agrárfelsőoktatást és kutatást. És számomra személy szerint is nagy öröm, hogy ennek az intézményrendszernek része a Karcagi Kutatóintézet. Egy olyan intézményrendszert működtetünk, indítottunk útjára 2021. február 1-én, amely centralizál, de csak a szükséges mértékben centralizál. Azokat a vidéki és a tájkutatáshoz kapcsolódó műhelyeknek a munkáját megtartja, sőt nem csak megtartja, hanem erősíteni kívánja, és ebben a Karcagi Kutatóintézet egy nagyon fontos és központi szegmense ennek az intézményrendszernek. Dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter egy ajándékkal érkezett.
Én szeretném megköszönni mindazt a munkát, amit az intézet vezetése, annak dolgozója az elmúlt években tettek a magyar mezőgazdaságért, a térségért, a városért, hiszen ez egy egyedülálló és nagyon értékes tevékenység. Itt a mi számunkra, karcagiak nagykorúsági emberek számára a kutatóintézet az első számú tudományos műhely, a kisugárzása, a teljesítményei beépülnek a tájba, a gazdálkodásba, és a gazdáknak, a itt élőknek a gondolkodását, a hozzáértését, a boldogulását is nagy mértékben elősegítik, illetve formáját. Fogalmazott a képviselő, majd két családi könyvet ajándékozott az intézménynek. Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere köszöntőjében szintén azt hangsúlyozta, hogy a folyton változó agrárkörülmények mellett az intézetben születő eredményekre egyre nagyobb szükség van. Egy város életében vannak meghatározó intézmények, épületek, közösségi szinterek. Ma egy ilyen meghatározó intézmény 75 éves évfordulóján lehetünk jelen. Hogy 75 év sok vagy kevés, azt persze nehéz ma megmondani. Ha tőlem fiatalabbakat kérdezzük, akkor nyilván sok. Ha tőlem idősebbeket, akkor persze kevés. De talán nem is a kor a lényeg egy intézmény életében, hanem az a vállalt küldetés, amelyet létrehozásakor neki szántak az alapítók. Az a célkitűzés, melyet a kezdetek idején megfogalmaztak az intézmény létrehozói, az, mely az évek folyamán kiforrott munkává vált, és kézzelfogható eredményekben mutatkozik meg napjainkban. A mai kor követelményeinek, a felgyorsult urbanizációnak, a mai megváltozott mezőgazdasági termelésnek egyre nagyobb szüksége van azokra az eredményekre, melyekre itt, e falak között végzett kutatások mutattak rá. A Karcagi Kutatóintézet 75 éves évfordulójára egy jubileumi kiadvány is készült, amely tanulmányai bemutatják a Földművelési és Vidékfejlesztési Osztály, a Növénynemesítési és Fajta Fenntartási Osztály, a Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztály, valamint a Központi Laboratórium időszerű munkáit, amelyek eredményei a gyakorlatban is átültethetőek.